A közelmúltban elindultak a forgástelepi városrehabilitációs projekt munkálatai, november 17-én pedig egy hivatalos sajtótájékoztatón mutatták be a beruházást, amelyen többen részt vettek a telepen lakók közül is. A forgástelep felújításáról már évekkel ezelőtt megszületett a döntés, de a folyamatosan emelkedő építőipari költségek miatt szükség volt az önkormányzat ráemelési kérelmének jóváhagyására a kormányzat részéről, amely idén augusztusban történt meg. Ezután elkezdődött a telep lakóinak más önkormányzati lakásokba költöztetése, majd néhány hete elindult a munka. A forgástelepi városrehabilitációs beruházás egyébként két külön projektből áll. Az egyik a szociális támogató tevékenység megvalósítása már 2018 óta tart, a másik a telep konkrét felújítása, amely során önkormányzati szociális bérlakásokat modernizálnak. Mindkét projekt fizikai befejezésének dátuma 2023. november 30. A felújítás részletei dr. Huszár Máté alpolgármester ismertette a sajtótájékoztatón. Jelenleg 21 épület található a forgács telepen, amelyben 84 lakás van. Sajnos azzal szembesültünk, hogy a telep épületei nagyon leromlott állapotban vannak. A rehabilitáció során az épületek közül 7 darab elbontásra kerül, 4 épület marad meg az eredeti állapotában, 10 épületben 32 szociális bérlakás és egy közösségi ház épül. A terület útfeltárása az egyik meglévő közútcsatlakozáson keresztül lesz biztosítva, egy 3 méter széles nyomtávú úttest épül. Itt természetesen parkolók is kialakításra kerülnek, és ami fontos, hiszen a telepen eddig ez sem volt, szilárd burkolatú járda is épül a forgács telepen. A parkolók mellett kerítéssel körbezárt játszótér épül majd, a mellette lévő lakóépületben pedig mozgáskorlátozott lakások és közösségi ház fog megvalósulni, benne irodával, foglalkoztató közösségi helységgel, mosókonyhával, teakonyhával és illemhelyekkel. Az egész épület teljes körűen akadálymentesített lesz. A megmaradó lakóépületekben 5 féle lakástípus kerül kialakításra, figyelembe véve a tárgyi felhívás szerinti lakószámhoz viszonyított négyzetméter arányokat. A felújítás során nagyon fontos, hogy megtörténik az épületek víz- és hőszigetelése, ez a homlokzat, födén, padló, megmaradó falak utólagos vízszigetelés injektálással fog megtörténni. Megtörténik a tetőszerkezet javítása, a tetőfedés cseréje, korszerű nyílászárók kerülnek beépítésre, és felújításra kerül természetesen a teljes elektromos és vízvezeték hálózat is. A fejlesztés keretében valamennyi ingatlannál megoldódik a városi közműhálózatokra történő csatlakozás, és kialakításra kerülnek főzőhelységek és fürdőszobák is az ingatlanokban. Az alpolgármester hangsúlyozta, mivel Salgótarjánban 11 szegregátum és 4 szegregációval veszélyeztetett terület van, illetve a lakosságon belül 10% felett van a hátrányos helyzetűek aránya, így kiemelt jelentősége van minden olyan projekt megvalósításának, amely a társadalmi hátrányok leküzdését tűzi ki célul. A sajtótájékoztatón részt vett Berki Judit, a Nógrád megyei cigány kisebbségi képviselők és szószólók szövetségének, mint konzorciumi partnernek a képviselője is. A mi szervezetünk a Nógrád megyei cigány kisebbségi képviselők és szószólók szövetségének konzorciumi partnerként az a feladata, hogy segítse a helyben lévő szociális munkásaink segítségével az ott élő emberek életét, adjanak információt, segítsenek az ügyeik intézésében, és nyújtsanak különböző szolgáltatási lehetőségeket ahhoz, hogy a mindennapokat tartalmasabban és jobbá tudják tenni a gyerekeik és önmaguk számára. Ebben a sok éves együttműködésben, ugye mivel maga forgácsterep az nem egy hagyományos olyan szegregátum, amiben csak nagy családok élnek, hanem nagyon sok olyan idős generáció is él, akivel a szociális munkának komoly feladatai voltak az elmúlt években, és szeretném kihangsúlyozni azt, hogy a COVID-járvány időszaka alatt is munkatársainkkal helytáltunk ezen a telepen, segítettük az ott lévő embereknek a mindennapi gondjaiknak a megoldását, az aktív közreműködést. Egy szociális munkának az is a feladat, hogy a társszervekkel tudjon kapcsolatot tartani, és ebben minden olyan partnerünknek szeretnék köszönetet mondani, akik az elmúlt években a kiköltöztetésben való közreműködésükkel, részvételükkel segítették a mi mindennapi
mindennapi munkánkat. Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik elsősorban a lakóknak, akik nagyon-nagyon gyorsan és örömmel fogadták azt, hogy a kormányzat részéről lévő ráemelés megtörtént, hogy el tud indulni a projekt, és a legrövidebb időn belül tudtak segítséget nyújtani nekünk abban, hogy összepakoltak, összecsomagoltak, hogy le tudtuk egyeztetni velük azt, hogy ki hova tud költözni, és azt a méltányosságot, amivel minden egyes család külön helyzetét meg tudtuk támogatni a partnerszervezetekkel közösen. Bár a telepről a lakók elköltöztek, Berki Judit közlése szerint a Nógrád megyei cigány kisebbségi képviselők és szószólók szövetségének munkatársai továbbra is jelen vannak a közösség életében, és segítik őket, akár ügyintézésről van szó, akár közösségi programok szervezéséről, és segítik őket majd a jövő év végi visszaköltözésben is. A forgástelep felújítása egyébként nem csak az ott élők életminőségének javítása szempontjából fontos, hanem a városkép is jelentősen javul majd a beruházásnak köszönhetően.